egyfajta fotóalapítvány megkérdetett egy fotóesszé pályázatot, amit mi Domanicki Tivadarral megnyertünk, és egy évet kaptunk erre, hogy ezt elkészítsük. Fotóesszé azért ez egy mélyebb lélegzetű dolog, tehát nem egy képriport, amit az ember egy nap alatt készít el. Én az öregek otthonainak az életét dolgoztam fel. Az idős embereknek a sorsa, élete, az egész világ, ami ott benn van, ez a zárt, titkos világ, amit így egy kívülálló nem nagyon lát az egészből, tehát itt igazából csak a családtagok, hozzátartozók, a benn dolgozók láthatnak. Hát ezt szerettem volna megmutatni, hogy itt azért az emberek is lássák, hogy sokan hogy élnek. Ide többször vissza kellett menni, tehát nem az van, hogy az ember berohan, csinál pár képet, és aztán rohan egy másik helyre, hanem itt bizony napokat, heteket el kell tölteni, hogy tényleg megnyíljanak, és úgy tudjon az ember dolgozni, hogy szinte észre se veszik. Az elején volt, akik nagyon zárkozottak voltak, de folyamatosan vittem képeket. Sok élettörténetet végighallgattam, sokat lehetett tapasztalni, sokat lehetett látni. Vakúzni nem szeretek ilyen munkákhoz, meg ilyen témához. Magas érzékenységű filmet kellett választani, illetve hosszú záridőket, aminek az a hátulütője, hogy bemozdulhat a kép. Úgyhogy hát elég nehéz volt, de azért próbáltam úgy technikailag a legjobbat nyújtani. Ez most csak egy beszámoló kiállítás. Mind a kettőnktől ugye 25-25 kép van kiállítva, ez töredéke meglévő anyagnak, és hát időben is még csak nagyon az elejénél járunk szerintem mind a kettőn, hogy ez egy komplex, teljes anyaggal összeálljon. A negatívoknak a hívását azt én végeztem. Számomra a fekete-fehér fotográfiával az érzelmeknek egy sokkal nagyobb skáláját tudom kifejezni, és ez miatt választottam a fekete-fehér fotózást. Szerintem a budapesti zsidó közösségeknek a világa egy mesés világ, ami fontos része a mai Budapestnek. Az volt egy komoly fordulópont, amikor a közösségekkel egy szoros kapcsolatba kerülhettem, és kinyíltak az ajtók. Utána pedig több barátot tettem szert, akik most már segítenek nekem, hogy minden nap életüket tudjam fotografálni. A világnak egy olyan meghatározó részében lehetek így otthon, és ismertek több ezer éves hagyományoknak a hétköznapokban megjelenő formáit, érthetem őket, amik szerintem számomra egy nagy élmény, és nem csak a zsidó közösségeknek a hétköznapjait érthetem meg ezáltal jobban, hanem a köztünk mozgó világnak sok kis részletét túl a zsidó közösségeken.